jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, među kojima su i prvi subotički partizanski odred, u sadejstvu sa jedinicama slavne Crvene armije slomile otpor neprijatelja i doneli tako teško očekivanu slobodu Subotici. Idézte fel Maxim Bakrač a Szubnor harcosok szövetségének szabadkai elnöke az 1944. október 10-i eseményeket. A II. Világháború áldozatairól Szabadka város képviselőtestülete is megemlékezik. A városi képviselőtestület minden évben október 10-én díszüléssel emlékezik meg, és ad tiszteletet ilyen módon az elesett harcosoknak és mindazoknak az áldozatoknak, akik áldozatul estek a II. Világháborúban. A národ, aki ne poznaje svoju históriu, osuđenie da je ponovi. Mondta ünnepi beszédében Modest Dulić polgármester. Véleménye szerint Szabadka legfőbb értékeit próbálta meg megsemmisíteni a fasizmus. Hozzátette, a felszabadulás napja a város egyik legfontosabb ünnepe. Upravo ono što Subotica danas jeste mirna, tolerantna atmosfera, odnosno grad prepun različitosti, bogat više kulturalnim i više nacionalnim vrednostima, jeste ono što je fašizam pokušao da uništi. Zato je naša obaveza i dužnost u našim aktivnostima, javnim nastupima, da se dnevno odupiremo novim pojavnim oblicima fašizma. A városi képviselőtestület díszülése után az emlékező küldöttségek a fasizmus áldozatainak terén és a pravoszláv temetőben a Vörös Hadsereg elesetteinek szobránál helyezték el koszorúikat.